Utoljára rendezték meg a kerékpáros felvonulást, és utoljára emelkedtek a magasba a biciklik. A szervezők azt mondják, az elmúlt 14 év alatt elérték, amit szerettek volna. A kerékpárral közlekedők száma Miskolcon a sokszorosára nőtt. Az autómentes napon a miskolciak által közkedvelt bécsi villamos is pályára került, de autóbusz húzásban is próbára tehették erejüket az erre vállalkozók. Kerékpárokból pedig szinte mindenféle fajta volt a Szent István téren, amelyekből sokakat ki is próbálhattak a résztvevők. Ez a bicikli háromkerekű, és nagyon nehéz irányítani. És úgy kell vele elindulni, hogyha a kormány egyenesen van. Mert hogyha nem egyenesen van a kormány, akkor elhúz jobbra vagy balra. Kis Istváné korát meghazudtuló aktivitással tekerte a Gold Sprinten. Juli mama 81 éves is elmúlt már, de most is sportol, mozog, amikor csak teheti. Csodálatos volt. Fiúcskával versenyeztem. Megcsináltam. 81,5 évesen. A szervezők programjaikkal ezúttal elsősorban a kisgyerekes családokat szólították meg, akik a kellemetlen időjárás ellenére is szép számmal jöttek el a Szent István térre. Ez az autómentes nap most is ugyanazokkal a programokkal csalogatja az ideérkezőket, ami a közösségi az alternatív járművek népszerűsítésére vette az irányt. Ugye legfőképpen a kerékpár, volt a hidegsori kerékpáros verseny, különböző extrém járművek vannak kint, kisgyerekeknek különböző triciklik, futóbiciklik és különböző játékok. A szokásos kerékpáros felvonulás idén is a sportcsarnok elől indult, hogy aztán a városon keresztül haladva a Szent István térre érjen. A kritikálmesz kerékpáros felvonulások sorában ez volt az utolsó alkalom, mert a kerékpárosok úgy érzik, az elmúlt 14 év alatt elérték azt, amit szerettek volna. A kerékpárra közlekedő száma Miskolcon a sokszorosára nőtt. Igazából most már nem az a célunk, hogy megmutassuk akár a városházának, hogy vannak kerékpárosok, mert ezt már tudják, hanem az, hogy minőségi kerékpáros infrastruktúrát építsenek nekünk. Ebbe segítünk, mint Kerékpáros Miskolc Egyesület. Nagyon-nagyon régóta partnerek vagyunk ebben. Az immár utoljára megtartott kerékpáros felvonulás mi mással is érhetett volna véget, mint a szokásos bicikli emeléssel.